Sziasztok, Szabó Gervő vagyok, és robbanjon az újabb karanténvlog, a mai sót a DK viszi el, itt tesz Feri a forró ölelésével. Hol a pinád? Mivel mondtad? Aztán Szaratómester, az igazi öblös hazaárulása. Nem szankciós és nem háborús infláció, ami Magyarországon van, az Orbáni infláció. De ehhez Cseh Katka is tud társulni. Több milliárd eurót fagyasztottak be, amíg a magyar kormányban ülők ellopják az emberektől ezeket a pénzeket. Tartsatok most is velünk! Politikus nem megy bele olyan meccsbe, amit biztos nem fog veszíteni. Ezt elveszítitek, mi ezt megnyerjük, és ennek következményei lesznek. De ez melyik meccs? Mert azért pár meccs zajlik egyszerre. Sok meccsben mondom én ezt el, de a legtöbb meccset mostanában meg szoktuk nyerni. Ne álmodozz, mert Billy belóg a kezed. Hát igen, Feri beindult, és valójában el fogja vinni a mai napot, mert hogy ez csak egy kis bemelegítés volt. Nem tudom, hogy vagytok vele, én is. Ilyen hangulatban, ilyen májpusztító, szép hangulatban fogjuk ezt a mai vlogot eltölteni, mert hogy az öblögetésnek bizony mindig van következménye. Hé, lőttyincs még rá, cowboy. Gondolom mindannyian láttátok a forró ölelést, aki nem, annak megmutatjuk. Tisztelt Országgyűlés, felkérem Szűcs Lajos és Hiszékeny Dezső jegyző urat. Jó, tudom, már a csapból is ez folyik, de hát, ha még valaki nem látta. De azért talán visszaemlékszünk azokra a régi nagy bulikra, amikor mindig volt ilyen arc a társaságban, aki éjjel 2-3 között, kerítésszaggatás után így ment rá a csajokra, és aki éppen benne volt a buliba, annak így fogta meg a kezét, és 4000-ékes csókot nyomott a fülébe, ahol elmondta, hogy... Figyelj, a dugástól elfáradok, de egy szivattyúzás borravalónak belefér? Na, kislány, rábuksz? Na hát valami ilyesmi lehetett, de hát Feri erre büszke, és hogy hogyan magyarázta meg. Valószínűleg akkor is volt benne egy kis gyorsító. Ez egy tisztességes, tehetséges, sokat dolgozó nő, és ráadásul szerintem tisztességtelenül bántják. Sokat keresel itt ebben a lebújban? Mi között hozzá, miért kérdezel? Hát, főleg azért, hogy tudjam, mennyit adsz, hogy ne mondjam el a férjednek, hogy mekkora kurva vagy. Én megküzdök. Jaj, szegény, hát már csak úgy csordul mindenfelé a könnyem. Offshore cég és striptease bar tulajdonos, hát ilyen az igazi tisztességes, becsületes ember, de egyébként valahol az ember még egy pillanatra meg is sajnálta, amikor Feri ráment. És gondolom az a perzselő, hihetetlen, finom csók, az a lehellet, ami egyébként kipusztítja a félvilágot, na az aztán jó lehetett. Egy beteges, sektövű szarházi, aki hülyére piálja magát, mert annyira undorodik magától. Na de hát ilyen embereket kell támogatni, és utána tök részegen elmagyarázni Ferikének, hogy hogy működnek a dolgok. És azt is megtudhatjátok most, hogy milyen az ideális főnök. Komolyan mondom, ezt a mostani karantén nem volt túl nehéz összeállítani. Feri elvitte. Azt kívánom, hogy olyan főnök legyen önnek, aki kiáll maga mellett, hogyha ez ön támadást áldozata lesz, és úgy fogja érezni, hogy nincsen igaz a támadóknak. Varázstükröm, mondd meg nékem, akad-e párom szépségben? Én nagyon sok emberért megyek le a DK-ban, nagyon messzire. Az, hogy nincsenek a DK-ban balhék, abban benne van ez a közös hitünk, hogy mi egymásért megküzdünk. Név szerint érintett lehet Sápi Mónika, a DK politikusa a dollár baloldal botrányában. Érzéketlen, menthetetlen, ízléstelen, így kommentálták baloldali politikusok Niedermüller Péter hétvégi Facebook bejegyzését. A DK-s politikus arról írt a Nemzeti Összetartozás napján, hogy van mit köszönni Trianonnak, mert a békediktátum kellett ahhoz, hogy ma a szomszédos országokban jobban és szabadabban élnek a magyarok, mint Magyarországon. Na jó, hát ez nagyon olcsó utalgatás volt, nem is akarok ilyesmit, de azért... Állítsuk már össze egy kis etűdöt erről a hibbant Néróról, mert hogy ez egy 22 perces beszélgetés volt, ami alatt lehet, hogy egy kicsit ki is józanodott, de az biztos, hogy a trágyadom korona az jár a fiúnak. Ezt nézzétek, csak a lényeget szedtük össze. Igen, ugye most itt látom, hogy önálló életre kelt, hogy milyen hosszan ölelkeztünk mi egymással. És de bizonyán. Mi ott megbeszéltük, hogy mindig kimegyünk, és mi hosszan megöleljük egymást. Tüntetőleg őszintén szólva. Mindenki menjen a csodába,
Mi ezt nem engedjük meg. Tehát ő tudta előre, hogy ez történik majd velem? Mert azért meglepetnek. Mi megbeszéltük előre. Itt látják is a kedves nézők. Éppen mi megbeszéltük ezt előre, hogy ez fog történni. Mert ugye az emberben felmerül, hogy valamennyi DK-s hölgyel ezt csinálja, ha látjuk, ha nem látjuk. Jaj, most várjon, bulvárhírt akar csinálni, úgy látom. Nem, itt ugye, itt valójában, ugye formálisan egy nő meg egy férfi ölelkezik. De valójában itt két barát ölelkezik. Megküzdöttük, megcsináltuk. Igen, igen. Ó, igen. Igen, igen. És mindenkinek azt üzenem, különösen azoknak, akik nem jöttek be, hogy velünk ezt nem csinálhatjátok. Mi másfajták vagyunk. Kommunista diktatúra nem csak gazdaságilag verte szét az országot, de egy egészséges társadalom alapjait képező teljes csoportokat üldözött, nyomorított meg, vagy kényszerített az ország elhagyására. És ti szégyeljétek magatokat. Akik nem jöttek be, ők a Momentum. Képviselő. Meg az MSZP, meg a Párbeszéd. Az az üzenete az előbb, amit mondott, az mit jelent igazából? Még. Velünk ezt nem lehet csinálni, üzenem azoknak. Ez mit jelent? Azt kérem szépen, hogy az a... melyik az a híres film? Tudja, a négy testőr, vagy három testőr? Vagy egy mindenki, mindenki egyére? Valami ilyesmi film van, ugye? Igen. Duma. Igen. A testőröknek befellegzett. Nem egészen, uram. Még vannak hárman. Hárman. Igen. Ez. Ugye egyszerű volt követni. Hát nyilván, ha bedobtok néhány felest, meg egy-két sört, lehet, hogy rá tudtok érezni a hullámhosszra. Mondtok jó kis sört, sör. Megöntözöm szent gigámat, de ez gigázettemet. Gigázatom oda. Na, de nem tudjuk elengedni. Zárásként még jöjjön egy nagyon fontos kis részlet, mert itt aztán tényleg elszabadultak az üvegek. A protokoll szakért, akit ön jól ismer, Görög Ibolya, azt mondta, hogy ami történt a parlamentben, az gyakorlatilag egyfajta abúzus volt. Igen. Mit mond? Ibolyának nincsen igaza, mert itt nem protokoll esemény történik. Na jó, de ezt nem lehet mindenkinek elmagyarázni, hogy ezt most, látja, akkor, mit művel Gyurcsány. Akkor most magyarázom el mindenkinek. Itt nincsen protokoll. Az én kollégámat, a mi barátunkat, a mi társunkat indokolatlanul, becstelenséggel megvádolták, mi megvédtük, és mi tüntetőleg hosszan öleltük egymást, azt üzenve mindenkinek, hogy mindenki mehet a csodába. A csodába? Mi együtt vagyunk, és jövőre nézve is, aki velünk ezt csinálja, az így fog járni. Együtt vagytok? Az igen. Na de mit fog szólni ehhez Klára asszony? Mennyi pénzbe fog ez kerülni? Legalább 3 rekes sör kijönne belőle. Persze a sör. Téged csak a sör érdekel. De a lányod jövője, az neked smafú. Persze. Hát mondd meg, mire jó az a sok pia? Én megmondom, de akkor te is rászoksz. Vagy inkább vadai. Micsoda hárem gyűlt itt össze. Óriási. Az öblegető mester beindult, és Mohamed elbújhat hozzá képest. Na de várjál, még volt itt valami, hogy mit fog veletek csinálni, és hogyan fog járni, aki így viselkedik, vagy én nem is tudom, mi volt. Hát ez az alternatív valóság, ez egyre jobb. És így milyen érzés lehet, miközben egy élő műsorban vagy, rájössz, hogy azt se tudod, hogy miről beszélsz. Talán a végére lehet, hogy leesett neki, de hát ez valami óriási blamás. Na de hagyjuk egy picit ezt a Feris DK-s etűdöt, és egy másik hazaárulóval üdüljünk föl, Cseh Katkával. Tök jó érzés, ilyen büszkeség, hogy Antal József épületében vitatjuk meg a legfontosabb európai ügyeket. Ez egy másik arca Magyarországnak. Valószínűleg, ha 30 év múlva nevezték volna el az épületeket, nem Orbán Viktoron hívták volna őket akkor sem. Mi röhögni való van ezen? Tényleg, mit röhög? What used to be a vibrant liberal democracy that had joined the European Union, that had a fantastic economic development, has turned in the last 12 years into a kleptocracy, into a mafia state. Nőjél már fel a témához, nőjél fel öreg! Ja, itt van Daniel Freund, Nomen est Omen, jó barát, a magyarok jó barátja. És persze Cseh Katka videója ez, aki minden héten megszólaltatja a legnagyobb magyar gyűlölőket. Hát ez az igazi hazaárulás. És ha jól értem, a vihogó kretén Cseh mellett ez a Daniel Freund azt mondja,
hogy természetesen Magyarország 2004 és 10 között a Gyurcsány korszakban egy vibráló, élénk, liberális demokrácia volt, fantasztikus gazdasági teljesítménnyel. Mi a büdös fasz? Hát mi magyarok valahogy nem így emlékszünk erre az időszakra, 2006-ra, a szemkilövetésre, vagy lehet, hogy ez a liberális demokrácia, meg az összes válságra, az elkutyavetyérésére a nemzeti vagyonnak, na de hát akkor így higgyünk ezeknek? Így higgyünk az ilyen alakoknak, akik azt mondják, hogy akkor volt jó a Gyurcsány korszak alatt, akkor volt élénk gazdasági fellendülés, meg liberális demokrácia. Micsoda sötét alakok ezek. Na de hát inkább menjünk tovább, mert hát vissza kell mennünk a DK-hoz, és jön Szarató elvtárs, akiből úgy árad a gonoszság, mint Mordorból az orkok. Akkor lesz béke, úgy lesz béke, hogyha véget ér az orosz agresszió. Kiderült, hogy önök ezt nem tudják elérni. Tegnap javasoltam, hogyha már ilyen nagy barátságban van külügyminiszter úr Moszkvában és az orosz vezetőkkel, akkor intézze el ezt. Amikor mi azt mondjuk, hogy álljunk ki a szövetségeseink mellett, akkor azt mondjuk, hogy álljunk ki a magyar nemzeti érdek Magyarország biztonsága mellett. Amikor önök gyengítik a szövetségeseinket, gyengítik az együttműködést, gyengítik Magyarország szövetségi rendszerét, akkor önök Magyarország biztonságát veszélyeztetik, és a nemzeti érdekekkel ellentétesen cselekszenek. Be a gennyes pofádat, te barom! Az ilyenektől, mint te, hánynom kell! Hogy Svédország és Finnország NATO tagságának késleltetése, vagy legalábbis nem támogatása, az ezzel kapcsolatos kétségek fenntartása, ez az egész szégyenletes színjáték, amit először a társadalmi vitával, majd a Fidesz frakció váratlanul támad belső lelkiismereti kétségeivel igazoltak, ez semmi másról nem szól, mint az orosz érdekek kiszolgálásáról. Maga faszfejű! Ti aztán jól tudjátok, hogy milyen az orosz érdekek kiszolgálása, ugye? Szarató elvtárs, te, akit Szúslák haverja voltál, és Gyurcsány alatt oktatási államtitkárként, hát tevékenykedtél, az egy kicsit csúnya lenne, de hát romboltad a szektort, ahol csak tudtad. És most aztán pofázol. Mert te aztán nagyon jól tudod, hogy milyen az a nemzeti érdek, ugye? Te, aki és a haverjaiddal együtt a melegszarig benyaltatok Putyinnak, most meg ti okoskodtok. Ti beszéltek Moszkváról, akinek tényleg úgy benyaltatok, mint az állat. És fogalmatok sincs arról, hogy mi az, hogy nemzeti érdek. Amikor csettintettek egyet Moszkvából, akkor ti ugrottatok 2010 előtt. Gyurcsánya, Totó kutyával, meg az egész bandával. Most éppen Brüsszelnek ugrotok, mert ők csettintenek. De azt elfelejtitek, hogy van olyan, hogy magyar érdek. Az nem számít, csak valaki mondja meg, valaki fizessen egy kicsit, és akkor ezt lehet csinálni. És utána van pofád megszólalni a parlamentben, és arról beszélni, hogy nemzeti érdek meg Moszkva, ti, akik folyamatosan csak segget nyaltatok. Mert sajnos ti semmi más nem tudtok. És utána nagy, öblös pofával beszélsz. Most persze nem volt pupi of the process, meg a többi, mert se angolul nem tudsz, se rendesen magyarul. Na de hát tudjátok, hogy milyen az az ellenállás, mert most ezt imádjátok, úgyhogy nézzétek csak meg ezt a képet. Mennyire jól néz ki, ugye? Hát ez az igazi, az ellenállás. Mert egy demokráciában mi mást lehetne csinálni, mint ellenállni? De tényleg ízlelgessük ezt, hogy ellenállás, meg munka megtagadás. Egy évvel, közel egy évvel egy gyalázatosan elvesztett választás után nektek, egy 15%-os komcsi pártnak ezt kell nyomni, hogy ellenállás, munka megtagadás, meg az emberek, ugye? Mert nálatok aztán tényleg fontos a nemzeti érdek. Az egyik pofazacskóval ezt mondod, a másik pofazacskóval meg valami egészen mást, mert hogy nemzeti érdek. Emlékszünk, hogy milyen az 1919-ből, 1945-ből, 47-ből, 56-ból, és utána a következő évtizedekből. Na ez az, amiből nem kérünk. Se a tanácsköztársaságból, se a büdös komcsi szarotokból, amit egyébként sikerült évtizedeken keresztül lenyomni szovjet segítséggel a magyarok torkán. Aztán ti moszkváztok, pont ti a kiszolgálók. Na de ennyit erről, és ennyit a mai karanténvlogról. Köszönjük, hogy minket néztetek, iratkozzatok föl a csatornára, a karanténvlogra itt a YouTube-on, 5300 fölött vagyunk, úgyhogy szépen megyünk, aprólékosan, és ezt nektek köszönhetjük, mi pedig következő alkalommal is érkezünk a karanténvloggal, és hát ugye egyéb kis finomságok is lesznek a héten.
Tartsatok továbbra is velünk, jó hétvégét, sziasztok!